Na nézzük akkor azt az alapvonali bedobást. Elem. Vojvoda. Fölfelé indul, Vojvoda, leváló ember próbálta megjátszani Keller személyében. Két másodperc, az nem volt falt. Hát akkor mi? Ákos kérdezi is az alapbírót. Nem áll, hogy ez nem volt falt. Hát dehogy nem. Maradt egy másodpercünk, nincs idő. Lejár a támadó időnk. És Keller Ákos pedig kapott egy technikait. Reklamálás miatt a többiek próbálják nyugtatgatni. Le is jön azonnal, lecseréli őt Ivkovics. Ugye egy érdekesség, hogy az eddigi két lejátszott mérkőzésen 53 pontot dobtunk átlagban. Most tartunk 23-nál. Kellert pedig le kell vinni. Én értem Ákosnak a fájdalmát. Még mindig üvöltözik, szóval én értem, mert falt volt, de ennél azért egy picit jobban kéne tudnia magát egy játékosnak kontrollálni. Na. Ugyanis a csapattal szúr ki. Nyugi Ákos, semmi baj, majd visszajössz, és utána szétszeded őket szabályosan. De reklamálni ezeknél a bíróknál itt az EB-n nem lehet. Tizenkét másodperc még. Szatoránszki. Hanga védekezik rajta, most kapja az elzárást. Ezek azok a kamupikkek, amikről beszéltem az elején. Szatoránszki, és nem dobja be. Megcsinálta a nehezét, és aztán a könnyű zicsert kihagyja. Ez legyen az ő baja. Hát 23-16-tal kezdjük a mérkőzést, ami azt gondolom, hogy teljesen rendben van.